Szükségem lenne egy robot porszívóra. Legyen egy Xiaomi fehér. Ó, ez tökéletes. Köszönöm szépen. A vírus kapcsán egy pár héttel ezelőtt én úgy döntöttem, nem spórolok ezen a kis kütyön, a Xiaomi kis porszívó robotján, Xiaomi Roborock S50-esen, és megrendeltem, és megvettem, és azt láttam, hogy nagyon sok kérdésetek van ezzel kapcsolatban. Én főleg azért vettem meg, mert ennek van felmosó funkciója, ami az előzőnek nem volt, és nekem megvan az előző is. Ez nagyon hiányzott belőle. Emellett pedig tökre tetszik, hogy a szőnyegeket most már nagyon szépen végig söpri, és így látszik, hogy mennyi por maradt benne, de nem akadály most már neki, nem úgy, mint az elsőnek. Szóval a koronavírus inspirált abban, hogy ezt a porszívót beszerezzem, a felmosó funkciója miatt leginkább, és mivel már kitapasztaltam, tudom, hogyan működik, kipróbáltam, ezért nyugodtan elmondhatom, meg megválaszolhatom a kérdéseiteket. Na tehát, első kérdés. Az esetleges pót alkatrészek oldalforgó kefe akkumulátor hol lehet beszerezni? Na hát, ez egy jó kérdés. Nekem ugye megvan még az előző robotporszívó a Xiaomitól, és amikor szükségem volt olyanra, hogy filter, forgó kefére nem volt szükségem soha, igazából csak filtert rendeltem, akkor ezt vagy ugyanazon az oldalon meg tudod rendelni, ahol akitől megveszed a gépet magát, vagy ha olcsóbban akarsz kijönni, bár ez most nem aktuális, de az AliExpressen láttam ilyen kütyüket, mindent be lehet szerezni, nyilván sokkal olcsóbban, de nyilván koronavírus idején ez most nem lehetséges, úgyhogy ezzel legalább szerintem egy fél évet várni kell. Második kérdés, milyen folyadékot kell tölteni a felmosó tartályba, csak vizet, vagy valamilyen speciális szert? A Xiaomi csak a vizet javasolja, de nyilván csak vízzel nem mész semmire, úgyhogy én összemixeltem vizet, domestosos vizet és ezt a felmosó vizet egy flakonba, és azt öntöttem bele, azzal megy nekem, tök jól működik, nem lett semmi baj. Harmadik kérdés, kíváncsi lennék, hány töltést és mennyi évet bír ki az akkumulátor kapacitása? Oké, nem kell attól félni, hogy be fog halni a robotod. Xiaomi egy nagyon jó márka, nagyon megbízható és tök jó dolgokat csinál. Xiaomi fan vagyok. Igen, ez tény. De csak azért, mert jó az, amit csinálnak, bármit veszek tőlük. Ha tollat veszek, az is jó. Ha táskát veszek, az is jó. Mi van még? Bármi, gépet, az összes robotporszívóm Xiaomitól van. Tehát, erre a kérdésre úgy tudnék válaszolni, hogy 2 éves az előző robotporszívóm, és gyere, meg is mutatom neked, hogy pontosan miről beszélek. Itt áll az előző verzió. Jól bírja, most ketten működnek, ráadásul még nevet is adtam nekik. A Annabella lett az egyik robotom, és a Roberta a másik. Tök jól el vannak, ketten takarítják a házamat. Negyedik kérdés. Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy hosszú szálú, kb. 3 cm szőnyeggel is boldogul-e a porszívó? A válasz az, a kutyám horkol. Halljátok ezt? Szép. Elfáradt. Pedig ma nem mentünk még sétálni. Na tehát, a válasz az, hogy igen, simán elbír. Nekem IKEA-ból vannak ilyen szálú, az egy 2-2,5 centi szőnyeg, tök jó bír vele, tök jó rámegy, és nagyon szépen kiporszívózza, és kiszed belőle minden koszt, ami csak benne van.
imádom, ezt az első verzió nem tudta megcsinálni, ő nagyon szenvedett vele. És hát sokszor meg is akadt, ez tény. Ez, ennek a szőnyeg nem akadály, ennek a kutya, macska, szőr nem akadály. Felmosni nem akadály. Mondtam már azt, hogy imádom ezt a gépet, most már egy hete használom leginkább. Igen. Nagyon jó. Menj neki. Ötödik kérdés. Az lenne a kérdésem, hogy a gép tud olyat, hogy felmosás közben, ha érzékeli, hogy szőnyegen van, ott nem mos fel, csak porszívózik. Vagy hogy kell elképzelni ezt a funkcióját? Vagy külön be kell állítani zónákra? Igen, tehát van egy applikáció a géphez, és be tudod állítani azt, hogy ezen a szőnyeg területen ő ne mosson fel, csak porszívózzon végig. És azt is be tudod állítani, hogy utána menjen rá és porszívózzon fel. Én inkább ilyen manuálisabb típus vagyok. Amikor porszívózik a gép, akkor én itthon vagyok. Ha úgy érzem, hogy egyébként nem szedem le. Tegnap kipróbáltam, nem szedtem le a vizes tartályt, tehát azt is megteheted, hogy manuálisan fogod és leszeded a tartályt, amikor azt látod, hogy a szőnyegedhez közelít. És akkor végig fog porszívózni rajta. De hogyha ott van a tartály, a vizes tartály, akkor csak annyi történik, hogy egy kicsi minimálisan bevizezi a szőnyeget, de nem lesz tiszta víz a szőnyeg. Tehát egy kicsit tisztít is rajta. Úgyhogy nincsen azzal semmi baj, hogyha a szőnyegre rámegy a víztartály is. Hatodik kérdés is egyben. Utolsó. Visszatér-e a töltőállomásra magától? Igen, ha kifogy az aksia, visszatér szépen, és utána, ha még nem fejezte be, akkor onnan folytatja tovább a takarítást, miután feltöltődött, de 130 négyzetméteres házban élek, és eddig mind az első, mind a második széria bírta ezt. Ez egy 2,5 órás mászkálást jelent, 3 órát ők simán bírnak egy feltöltéssel. Az én hetedik kérdésem, hogy meg vagyok-e elégedve ezzel a robotporszívóval, azt kell, hogy mondjam, nagyon, ez nagyon megérte az árát, és hagyd mondjam el, az árukeresőt használtam ahhoz, hogy megtaláljam, és a setino.eu boltot néztem ki, ott volt a legolcsóbban ez a gép, és nagyon aranyosak voltak a srácok, és mindennel segítettek így a koronavírus kezdete elején is. Tudom őket ajánlani, hogyha meg akarjátok rendelni ezt a gépet. No! Jó porszívózást! Vigyázzatok magatokra! Koronavírus ideje alatt! És találkozunk a következő videóban! Ja persze, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel!